Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Travel Expert utazás szakértelemmel magazinműsor 8. kiadása egyenesen Budapestről, az elbűvölő Mystery Hotelből. Ahogy előző adásunk alatt én ígértem, itt vagyunk fönt végre tetőteraszon, csodás időnk van, nagyon kegyes hozzánk az anyatermészet, és reméljük, hogy ez így is marad. Elvileg minden technikai akadályt elhárítottunk, úgyhogy remélhetőleg egy tök jó, élvezhető adás lesz majd. Na de, ma nagyon sok témát hoztunk megint, rengeteg izgalmas dologgal készültünk, lesz szó Ausztriáról, lesz szó Szlovéniáról, lesz egy kis bejelentkezésünk Majorkáról, úgyhogy érdemes mindenképp velünk tartani, és természetesen a játékunk is lesz, ahogy ezt már megszokhatták. Annyit elárulhatok, hogy a játék kérdésünk az ausztriai anyaggal kapcsolatos. És amit nyerni lehet, az itt már mögöttem látszik, ez a nagyon klassz túrazsák, benne van egy nagyon praktikus termoszbögre, valamint egy piknikpléd, úgyhogy aki helyesen válaszol majd a kérdésünkre, és őt sorsolják ki majd a munkatársaink, ezt mind hazaviheti. Szerintem nagyon klassz, én mindenképp örülnék neki. Nos, ha úgy látják, hogy ezek az információk szokás szerint, el szoktam mondani, hogy hasznosak nem csak önök számára, hanem mások számára, és akkor nyugodtan, bátran kattintsanak a megosztás gombra. Előre is köszönjük. Valamint tudják, ott vagyunk Facebookon, facebook.com/travelexpert utazás szakértelemmel, és hát van egy YouTube csatornánk, ahol nem csak a mai adás, hanem az összes eddigi adásunk visszanézhető, valamint rengeteg extra tartalmat is találnak, úgyhogy mindenképp érdemes oda is feliratkozni, és van egy ilyen kis csengettyű, kis gombocska, azt, hogy megnyomják, akkor értesítést kapnak, amennyiben új tartalom kerül fel. Valamint felhívnám a figyelmüket arra, hogy hamarosan elindul, most már tényleg nagyon ott vagyunk a finishben, a www.travelexpert.hu cím alatt található weboldalunk, ami nagyon klassz lesz egyrészt, másrészt pedig nagyon aktuális információk kerülnek majd fel az utazással kapcsolatosan. Továbbra is arra jön fel a figyelmüket, hogy mindenképp tájékozódjanak, mielőtt elutaznának, mert folyamatosan változnak a szabályozások. Erre egyébként fantasztikusan itt vagyunk mi, és bízhatnak bennünk, mert folyamatosan tájékoztatjuk önöket. Na, de elég is a szóból, kezdjük el mai adásunkat. Jöjjön az első rovatunk. Sajtóklub rovatunk állandó vendége, illetve szakértője Kassai Tamás, turisztikai fejlesztési menedzser. Szervusz Tamás, jó reggelt! Üdvözöllek itt fönt a tetőteraszon. Hogy érzed magad? Milyen egyébként a látvány? Milyennek ítéled meg? Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek és neked is. Nagyon jól érzem itt fönt magam, még be lehet látni a várost, és egy teljesen olyan szögből, ahogy egyébként ezt hétköznap nem tudjuk megtenni. De általában valahogy a Gellért-hegy környéke meg a várban szokott kikötni az ember, és onnan látjuk az épületeket. Így teljesen más a perspektíva, és remek napsütésünk van, úgyhogy... Igen, ezt már a nézők is láthatják a homlokon, hogy kezd szépen úgy magáévá tenni a napocska, de hát ennek mi örülünk, mert elég sok kormos időnk volt mostanában, szerintem örülni kell annak, hogy végre süt a nap. Na Tamás, mi történt a nagyvilágban, mit hoztál nekünk? Hát csatlakozok a beharangozódban elhangzottakhoz, ahogy említetted, rengeteg szabály változik, és folyamatosan, és nagyon nehéz kiigazodni abba, hogy mi a megbízható hír, mi a nem megbízható hír. Különösen amikor igazából ahonnan a hír forrás indul, és aki a szabályt alkotja, ő maga is esetleg mondjuk adott esetben rosszul tájékoztatja a közvéleményt. Legutolsó példa az Ukrajna esete. Ukrajnával kétoldalú megállapodást kötött Magyarország, és azt hangzott el, hogy bármely oltással rendelkező ember a védettségigazolvány birtokában beléphet, korlátozás, teszt és karantén nélkül az országba. Ugyanakkor ez tegnap kiderült, hogy mégsem így van, aki Sputnikot kapott, az Ukrajnába nem léphet be, mert ők a WHO által elfogadottat engedélyezik csak. Ugyanakkor itt már én majdnem megírtam szokásomhoz híven a spábukra, hogy hú, hát ez fake news meg minden, de azért kicsit utána jártam. Mert hogy ugyanis a konzuli szolgálat oldalán jelen pillanatban is az szerepel, hogy egyébként védettségigazolvánnyal oda be lehet menni, és nincsen teszt és karantén, és nincs kikötve ott semmiféle oltás. Valószínűleg ezt most a mai nap folyam javítani fogják, de a tegnapi hírekkor ez még ott így nem szerepelt. És hát még annyit mondanék a kedves nézőknek, hogy elég sok olyan oldal indult el, ami nem hasonlítható a Travel Expert minőségi szintjéhez. Éppen körülbelül 2 héttel ezelőtt is megszületett egy teljesen impresszum és név nélküli Facebook oldal, hozzá egy weboldal, ami még nem működik. Legyenek körültekintőek, én azt kérem mindenkitől, hogy tényleg ellenőrizzétek le, kiírja azt a tartalmat, valóban érte hozzá, vagy csak valamilyen fizetett marketing csatorna, valójában utazásokat szeretnek értékesíteni, vagy semmi más nem szeretnének csinálni, csak egy közönséget befolyásolni.
Ezeket én nem javaslom követésre, és ez most egy kicsit ilyen agresszív megnyilvánulás, de tényleg nagyon fontos, hogy amikor ilyen napi szintű változások vannak, akkor néhány kommentből már lehet látni, vannak olyan visszajelzések, hogy gyerekek, ez hibás tartalom volt, és ezt, ha nem reagálja le az oldala, hogy ezeket ott észre lehet venni, nem reagálják le, akkor őket nem szabad követni, mert valójában nem arról szól, hogy az embereket tájékoztassák, és soha nem lesz olyan, mint akár tehát azt mondod, hogy ezek az oldalak, ezek a kezdeményezések inkább öncélúak egy picit, marketing célúak, és valamit el akarunk adni bújtatottan becsomagolva egy tájékoztató jellegű oldal formájába? Tehát erre célzol egy picit? Így igaz, és a közös bennük, hogy úgy néz ki, mintha ezt szakértők írnák. Nagyon hasonlít egyébként a Travel Expert koncepciójához, csak nincsen műsoruk például. Ami közös bennük az az, hogy nincsen mögötte név, nincsen cég, nincsen ember, nincsen semmi. Annyi van, hogy esetleg egy üzenetet a Facebookon lehet neki küldeni, de meg e-mail címük sincs. Na, ilyeneket ne vegyünk hitelesnek. Én tehát ezek igazán, mint a gomba úgy nőnek most ki. Elindult az utazás, mindenki, mint a kesejük jönnek a halott vadra. Szeretnének egy szeletet ebből leharapni, ugye? Hát értem, nagyon köszönöm, hogy erre felhívtad a figyelmünket, mert valóban nagyon fontos, hogy olyan forrásból tájékozódjunk, ami megbízható, hogy hát ne kerüljünk olyan helyzetben, mert nem szeretnék kerülni, főleg külföldön mondjuk. Itt például az adásban ugye én csupa olyan forrást szoktam megemlíteni, olyan weboldalaktól idézünk, ami megbízható. Mi van még, Tamás? Következő hírünk, az pedig egy belföldi hír. Megnyitott az Ellipsum fürdő Miskolc Tapolcán, a Miskolc új ékessége, és ezt azért hozom a Spábuk oldaláról, mert hogy első nap a nyitáskor ott lettem és lefotózhattam, és hát tényleg azért ez egy nagy dolog, tehát történelmi pillanat mindig, hogyha valami új dolog épül és létesül, ez eddig ott nem volt, jó, sok évtizeddel ezelőtt volt ott néhány medence, aztán nem lett. Ez egy teljesen új fürdő, úgyhogy ajánlom mindenkinek szíves nagyon figyelmébe, hogy mielőtt elutazik külföldre, vagy hazajön külföldről, akkor néhány napot Miskolc környékén is érdemes eltölteni. Például remek programokat csinál a Büktől a Zemplénik csapata, úgyhogy velük például tök jó föl lehet fedezni a környéket. Én egy ilyen éjszakai túrán vettem részt velük egyébként, és akkor bejutottunk olyan miskolci szórakozó helyekre, amikről egyébként én nem tudtam volna, hogy oda kell menni. Tehát sikerült a kulissza mögé egy picit belesni. Így van. Ilyeneket külföldön szoktunk látni. Menjünk tovább. Következő hírünk, az pedig úgy néz ki, hogy a reptér forgalma az elkezdett beindulni, hát így ezek a hangzatos címek, azért azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy nyilvánvalóan nagyon alacsony bázisról viszonylag könnyű nagy arányú növekedést elérni, tehát nem szeretném lehúzni az eredményeket, de amikor olvasunk majd az idén ilyen statisztikákat, mindig nézzük meg, hogy ez éves alapú bázison van, vagy az előző hónaphoz képest, vagy az előző év azonos hónapjához képest, ég és föld lesz az eredmény mindegyik cikkben, attól függ, hogy éppen melyik oldalt nézzük meg, úgyhogy itt a turizmus.com-nál azt láthatjuk, hogy áprilishoz képest 37%-kal bővült a forgalom, tehát azt jelenti, egyre több emberek elkezdtek utazni van. Egy picit. Így van. Legtöbb repülőjáratunk egyébként most például Görögországban, megy 11 görög úti célra lehet menni, elég nagy slágernek tűnik ez az idén. Törökország úgy szintén egyébként benne van, és oda viszonylag könnyű is beutazni, és ott helyben is elég könnyű nyaralni. Szuper. És van még egy híred, igaz? Utolsó hírünk, hát ez pedig egy kicsit a jövőbe tekintő ilyen lazább történet, hogy szuperszónikus gépekkel is repülhetünk majd, remélhetőleg addigra mindenféle korlátozást. Várj, ez most olyan, mint a Concorde annó volt, ami igazából az egész úgy elhalt, az egész projekt, pedig egy nagyon jó kezdeményezés volt, és tényleg olyan gyorsan el lehetett jutni A-ból B-be, amiről az ember addig csak álmodni mert. Így igaz, még ránézésre is hasonlít, nyilván ennek aerodinamikai okai vannak. Beszélj erről egy picit, légy. Ami izgalmas ebben, hogy hát lehet, hogy egy kicsit mélyebben kell a zsebünkben nyúlni ahhoz, hogy 4 óra alatt érjünk el New Yorkba, vagy 6 óra nagyon alatt Tokióba. Komoly. Ugyanis a rossz hírem a kedves nagy közönség számára, hogy ezeken a gépeken egyelőre, amiből 15 darabot rendelt a United Airlines, csak business class ülőhelyek vannak. Körülbelül 66 és 88 fő közötti székelosztással fognak repülni ezek. Hát reméljük, hogy egyre több ilyen lesz majd. Ami még izgalmas ehhez, azért azt mondjuk el a környezet
környezeti fenntarthatóság miatt, hogy ezek a gépek a gyártó ígérete szerint 100%-ban emissziómentes, bioüzemanyaggal működnek. Hát ez a jövő is most már tényleg itt kopogtat. Mikorra várható egyébként ezeknek a gépeknek a használatba vétele? Tehát 2025-re ígérik már, hogy ez el fog indulni föl az égbe, és az első járatok 2029 körül mehetnek majd élesbe. Nagyszerű. Hát én itt most megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a Unitednek arra, hogy itt van a Travel Expert. Már most, évekkel azelőtt egyáltalán elindult ez a szolgáltatás, már beszélünk róla, próbáljuk ezt az emberekhez eljuttatni, úgyhogy nagyon szívesen elmegyünk is, és személyes tapasztalatainkat megosztjuk majd az emberekkel. Úgyhogy várjuk a felajánlásokat jegyek formájában. Nagyon köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál. További szép hetet neked is, hát találkozunk 2 hét múlva ugyanitt, remélhetőleg a tetőteraszon. Szép napot nektek is. Köszönöm. A kompassz azt jelenti, hogy iránytű, de ugyanezt a nevet viselni egyébként egy 70 éves nemzetközi utazásszervező cég is. Itt van velünk Gregor Povalej, a cég magyarországi igazgatója. Szerbusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia. Mutasd be nekünk, légy szíves, ezt a kompasszt, mint utazási iroda, hogy ez pontosan mi is? Kompassz utazási iroda az egy háború után ilyen 70-es években alakult kint, volt Jugoszláviában, ez egy nagyon nagy utazási iroda, turoperátor egybe volt, ennek az egész szervezetnek voltak a szállodái, voltak a buszai, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy szervezet volt, és utána kezdte menni tovább külföldre is, szóval egész Európában nyitottunk az irodákat, vagy nyitottak, akkor igen. Én még akkor azért nagyon régen sehol volt, nem igen. Voltam, nagyon rég volt. Mert ugye nem csak az volt, hogy a szlovénokat, vagy horvátokat, vagy éppen népeket régión belül, meg külföldre, hanem azt mondtak akkor a külföldieket, mert ugye akkori politika engedte a külföldieket beutaztatni az egész Jugoszlávia, és akkor úgy mondtuk, vagy mondtak, hogy csináljunk irodakat Amerikába, Londonba, Budapesten, szóval hogy az ott lévőket hozzuk ide. Igen. És talán a bekövetkezett a háború, az egész kompassz egy kicsit szétesett, különböző országokban különböző kompasszok, és körülbelül utána kb. 95-98-ban megint valahogy visszaraktak puzzle-okat, és most gyakorlatilag ott vagyunk, hogy a kompassz Szlovéniában egyik legnagyobb utazási iroda, turoperátor, és maradt még 15 iroda kint Európában, még világszerte, meg Amerikában. Ez fantasztikus egyébként, ez nagyon-nagyon dicséretes, hogy 70 évig fent tudott maradni, annak igen. Ellenére, hogy volt egy krach nyilván, de hogy utána újra lábra tudott állni, és manapság tényleg ott van az élmezőnyben, azért ez óriási, azt gondolom. Igen, elég ügyesen csináltak, ügyesen tudtak alkalmazkodni mindenféle világ problémáikban. Hát ez a kulcs szerintem mai nap is, hogy alkalmazkodni kell az éppen aktuális eseményekhez. Muszáj. Milyen feltételei vannak Szlovéniába beutazásnak most jelenleg? Mik az aktualitások? Először azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk is, ha lehet mondani, Szlovéniában is nagyjából egyszer hetente leülnek, és akkor azt mondjak, hogy az van, az nincs, igen. Szigorítunk, nem szigorítunk. Jelenleg ez a magyar védettségi kártyával be lehet lépni Szlovéniába minden probléma mentesen. Ha ez a védettségi kártya nincs, akkor kell egy vagy negatív PCR teszt 72 órás, vagy ez a gyors teszt, ami 48 órás, illetve ha valaki átesett a Covid-on, és erről van vagy dokis igazolás, vagy egy olyan papír, hogy pozitív volt, és ez nem
idősebb, mint 90 nap, akkor bemehet Szlovéniába. Ha egyszer már bent vagyunk Szlovéniában, mondjuk a szállodába, vagy belső étterem, igen, szóval a teraszok, a szabadok, a strandok is ott, oda nem kérik semmit, viszont a bent a szállodákban kérik külön ezt a orvosi igazolást, hogy át vagyunk esve, rajta, vagy kaptunk oltást, igen. Azt kell hangsúlyozom, hogy a szállodákban ez a védettségi kártya nem elég. Ez csak Magyarországon. Csak átlépés határa. Ha be akarunk menni valahova, akkor ehhez papír és ilyen hivatalos igazolás legjobb egy angol vagy német nyelvben kiállított Magyarországon. Tehát akkor egyéb adminisztrációra nincsen szükség. Ezeket, hogyha ezeknek eleget teszünk, akkor minden probléma nélkül beutazhatunk, illetve be is mehetünk a belső terekbe majd. Igen, igen, de továbbra is ugyanúgy, mint itt Magyarországon, a maszkviselése boltokban, igen, plázákban, bent, kint szabadon nem kell hordani maszkot. Nyári szezonra hogyan készültök? Van valami kampány, valami stratégia, hogy hogyan tudtok minél több embert elcsábítani Szlovéniába? Tényleg, hát azt mondjuk, hogy Európa zöld szíve, tehát ott, ha valahol, akkor ott aztán tényleg tiszta levegő, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ott ténylegesen az ember kicsit nyugodtabban tud pihenni. Az teljesen igaz, azt javasolnék a nézőknek, vagy a magyaroknak, vagy a Szlovénia utazni vágyóknak, hogy azért elég erős szezonra készülnek a szlovén turizmusban dolgozók, hiszen minden szlovén állampolgár tavaly, mikor indult ez a Covid, kapott egy ilyen vouchert, azt állam adott minden ott lévőknek, és idén kapták még egyet, ezt pedig azért adták, hogy segítsenek a turizmusnak, szóval a nyáron elég sokan lesznek, mert így akarnak megmenteni a belföldi turizmust, de nyár tart, június 25-én kezdődik a nyári szünet, és tart szeptember elsőség, de ezen kívül azért ott van egy gyönyörű ősz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a helyzet az ősszel? Hát az a legszebb, szóval gyakorlatilag, hát hova megy most ez az egész nap, még melegség, még az egész klímaváltozás szeptemberben, ugyanúgy lehet csobbani Portorósban, és Bleditóban, ha az ember egy kicsit mázlis, és jön egy valami hideg este, akár az is lehet, hogy ezen a Vršić át, ilyen, hogy hívják, ez ilyen legmagasabb pont, ahol megy az út, ott akár hóval is lehet találkozni. Fantasztikus. Tehát egy út, így végszógyanánt foglaljunk őszre, merjünk foglalni? Merjünk, nyugodtan. Szuper. Hát akkor irány Szlovénia, kedves közönségünk, hajrá! Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Nagyon szívesen, akkor irány Szlovénia! Ez a Travel Expert. Utazás szakértelemmel. Magazin műsor Budapestről. Két hetente szerdán jelentkezünk élőadással. Aktuális utazási lehetőségeket, ötleteket, trükköket, véleményeket mutatunk be. Azoknak, akik szeretnek utazni, vagy már elutaztak, hazaértek és újra utaznának. Szakértőink 10, 20, 30, 40 éve dolgoznak a turizmusban, az idegenforgalomban, az utaztatásban. Azért, hogy mi mindannyian biztonságban, minőségben, elégedettségben utazhassunk. Ne maradj le! Kövesd a Travel Expertet Facebookon, YouTube-on, weboldalon. Travel Expert, utazás szakértelemmel. Osztrákok igazából itt a mi vendégeink, ők nagyon népszerűek a magyar utazók körében, hiszen itt van közel természeti látnivalói, azok egészen elképesztőek, és hát kultúra is sokszínűségesen mellékes. Itt van velünk most Szedlák Péter, az Österreich Verbum munkatársa. Szervusz Péter, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Annyit mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretnék elmondani a kedves közönségünknek, hogy nagyon érdemes figyelni, mert a játékkérdésünk, ahol meg tudják nyerni ezt a fantasztikus kis csomagot, az itt fog majd elhangzani a helyes válasz, úgyhogy mindenképp kövessék nagyon nagy figyelemmel a mostani beszélgetést. Tehát, visszakanyarod Ausztriához. Milyen feltételekkel lehet most Ausztriába utazni? Mik a szabályok, az aktuális szabályok? Az aktuális szabályok azt mondják, hogy karantén kötelezettség nélkül és előzetes regisztráció nélkül lehet beutazni Ausztriában, amennyiben a 3G szabálynak megfelelünk. Ez egy német kezdőbetűkből alkotott szójáték, de tulajdonképpen azt jelenti, hogy vagy oltottnak kell lenni, vagy át kellett esni a betegségen, tehát gyógyultnak kell lenni,
vagy pedig negatív teszttel kell rendelkezni. Ezeket pedig egy angol vagy német nyelvű igazolással kell tudnunk igazolni, hogyha ellenőrzés van. Ezt hivatalos személynek kell előállítania, vagy orvosnak. Világos. Mi a helyzet akkor? Vegyünk egy konkrét példát, hogy ma mondjuk egy család szeretne utazni Ausztriába, és nyilván itt a gyerekekről beszélek, akik nem oltottak még. Ott milyen előírások vannak? Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy beléphessünk a gyerkőccel is Ausztriába? Itt a 10 éves korhatár meghatározó. 10 éves kor alatt nincs szükség semmiféle igazolásra, nem kell megfelelni ennek a 3G szabálynak. 10 és 18 éves kor között viszont ugyanúgy meg kell felelnünk a fiataloknak, gyerekeknek a 3G szabálynak. Ez ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel teszteléssel lehet úgymond kiváltani ezt a dolgot és a megfelelőséget biztosítani. Erre Ausztriában is lehetősége nyílik a vendégeknek, illetve a turistáknak. Úgynevezett tesztutcák vannak, ahol ingyenesen lehet, ez regisztrációhoz kötött. Tehát a belépés után 24 órával is megcsinálható ez a teszt. Világos. Hogyan próbálja Ausztria újra beindítani a turizmus? Mi a stratégia, illetve mi az a hangsúlyos dolog, amire az egész kampányt felépítik, ha van egyáltalán ilyen? Van, ez pedig a mozgás, a természetben való aktív kikapcsolódás. Nem csak azért, mert Ausztria nagyszerű adottságokkal rendelkezik, természeti és épített turisztikai infrastruktúrális ezen a téren, hanem azért is, mert azt figyeltük meg, hogy a járvány idején felértékelődött a természetben töltött idő. Ugye az erdőben eltöltött idő az jótékony hatással van a szervezetre, olyan illóolajok vannak az erdőben, amik gyógyító hatásúak, és az ehhez kapcsolódó mozgás az Ausztriában kézenfekvő, akármilyen intenzitásra gondolunk, legyen itt szó egy erdőfürdőről, túrázásról vagy hegyi kerékpárról. Mondhatjuk, hogy tökéletes infrastruktúrával rendelkezik Ausztria, akár a kerékpárutak minőségét nézzük, akár a túraútvonalak kitáblázottságát. Tehát itt biztos, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelőbb aktív természetközeli kikapcsolódási formát. Mire számítotok ti most ebben a helyzetben, hogy főként családosok látogatnak majd el hozzátok, vagy inkább egyéni páros utazások várhatóak? Mit prognosztizáltok? Hát alapvetően szerintem ez a két célcsoport, ami Ausztriát választja. Ez így volt a múltban is, szerintünk ez a jövőben sem fog változni, a járványnak sem lesz erre nagy hatása. Ugye Ausztria közel van, ezért a családok számára egy kézenfekvő megoldás. A beutazás most nem a legegyszerűbb, de ez talán kevés országba könnyű most utazni, azért mindenhol van egyfajta adminisztrációs kötelezettség. Tehát a családok számára szerintünk továbbra is, és hát a fiatal párok, az aktív fiatal párok pedig mindig is szerették Ausztriát, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben is szeretni fog. Így legyen. Ha valaki Ausztriába szeretne utazni, hol tájékozódjon? Hol tud biztos forrásból tájékozódni? A mi honlapunkat ajánlanám, ez az austria.info. És itt magyar nyelven aktuális információkat foglaltunk össze, úgyhogy ezt mindenki könnyen megtalálja, illetve itt számos továbbutató link is van, ahol esetleg az Osztrák Egészségügyi Minisztérium honlapjára el lehet jutni, vagy különböző dokumentumokat le lehet tölteni. Itt annyi, hogy a honlapot ugye nem magyarul austria.info-nak írjuk, hanem S-sel, tehát austria.info. Világos, hogyha mozgásról beszéltünk, és azt mondtad, hogy erre épül most így úgymond a stratégia, az újraindítás. Milyen fajta új mozgástípusok vannak esetleg, amik most trendik? Mi az, amit leginkább keresnek a turisták, hogyha Ausztriába mennek? Gondolok itt akár bringázásra, de lehet valami egészen extrém mozgásfajtára is gondolni. Mi az, ami leginkább most így megy? Hát az örökzöld, a túrázás, ugye ezt talán nem is kell említenem. Magyarországon egy picit talán más definíciója van a természetjárásnak, túrázásnak. Ausztriában azért ezt magas hegyi körülmények között tehetjük, úgyhogy ez mindenképp egyfajta változás a magyar turisták számára, hogyha Ausztriában túráznak. De talán kevesen tudják, hogy Ausztria Európa tavakban egyik leggazdagabb országa, és számos olyan tó van, főleg az ország déli részén, amelyek fürdésre is alkalmasak, tehát felmelegednek nyáron. És ezek a tavak nagyszerű lehetőségeket kínálnak, például száppolásra, ami most így van, az nagyon népszerű. Egyedülálló ez a kombináció, a kristálytiszta vízű tavak és a mellette lévő hegyek. Ez egy olyan látvány, olyan hatás, amit én tavaly pont személyesen is kipróbáltam. Szappot?
Igen, ott és hogy ment? Én még nem mertem kipróbálni. Jól ment, egy nagy kétszemélyes száppal voltunk, úgyhogy igazából ez egy viszonylag stabil jármű, de maga az élmény, hogy a tó közepén egy ilyen nyugodt, csendes környezetben, távol egy picit a strandtól, az igazán egy különleges élmény, és hát körbe a hegyek az... Hát az igen, azért az durva. Van esetleg valami olyan extrém sport lehetőség, amit ott ki lehet próbálni, vagy ami egyedülállóan ott elérhető esetleg? Hát nagyon sok minden ugye az extrém sport terén, Ausztria, Szlovéniához hasonlóan azért akár a rafting, akár a kanyoningról beszélünk, ezek megtalálhatóak, de a siklóernyőzés is nagyon népszerű, ugye a tavaknál a felszálló meleg légáradatoknak közvetően ideálisak a feltételek, tehát hogyha valaki még több adrenalinra vágyna, akkor ez adott, illetve ami talán az utóbbi évek komoly trendje és fejlődése az a Flow Trail, az micsoda? Ami egy hegyi kerékpáros ösvény, és ez nagyjából a downhill és a normál hegyi kerékpározás között van, tehát lefelé megyünk. Igen. De nem annyira veszélyes, mint egy tehát kezdőknek is akár bevállalható. Így van, tehát tökéletes gyerekekkel is akár, vagy kezdők is ki tudják próbálni. Ugye itt nem a sebesség, a meredekség a lényeg, hanem az, hogy egy lendületes, szép íveken leguljunk a hegyen. Gyönyörű tájon, így van. Nagyon, hát igen, igen. Nagyon köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad. Akkor azt gondolom, és azt ajánlom mindenkinek, aki egy kis mozgásra vágyik, és az aktív pihenést választaná, az nem kell nagy távlatokban gondolkodjék. Itt van a szomszédságban, tessék menni Ausztriába, és tessék kipróbálni ezt a sok-sok sport lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltál, és ezt elmondtad. Köszönöm. Megyünk is tovább. Bécs, a császárváros, az egészen fantasztikus látvány nyújt évszakoktól teljesen függetlenül. Illés Orsa idegenvezető mellé ülünk be most az autóba, és Burgenlandtól elindulunk szépen az osztrák főváros felé, Bécs felé. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az autós virtuális túrán. Most még itt Burgenlandban autózom Bécs irányába. A hegyes halomtól, úgymond, a Bécs határa, a Sáti repülőtér, az körülbelül egy szűk óra, 40-45 perc, a forgalomtól függő. Osztrák-Magyar Monarchia idején főként még ugye a Magyar Királyság része volt. Burgenland, jellegzetes a lankás, illetve majdnem, hogy alföldi síkság karaktere ennek a vidéknek is. Ez tulajdonképpen a Duna menti terület itt, és természetvédelmi terület. Közvetlenül Bécs előtt vagyunk. A jellegzetes gáz tartályoknál. Sokan, akik már jártak Bécsbe, biztos emlékeznek, hiszen nagyon jellegzetes ez a kép, amit fogadja az ide látogatókat, és néhol már a landoló repülőket is lehet látni, hiszen a Sváti reptér mellett haladtunk pont el. Most már a tőlem jobbra eső, illetve az A4-es autó pálya bevezető szakasza mellett jobbra eső terület a Práter, Bécs legnagyobb parkja, mintegy 5 km hosszúságban húzódik végig. Lovaspályák, sportpályák, szabadidős sportterületek. A város legnagyobb sportarénája, az Ernst Happel Stadion itt található. A híres Vidám Park a Práterban található. A még híresebb, az egyik legfontosabb státuszszimbólum a városnak, az óriás kerék itt található a Práterban. Tehát amikor az ember megérkezik Bécsbe, Sváti reptér felől, hegyes halom felől. Az Enns palota is itt található, Kágránban. 45 évvel ezelőtt itt nyílt meg az Enns harmadik székháza New York és Genf után, ahol az Atom Kísérleteket Felügyelő Bizottság és a Nemzetközi Drogkereskedelmet Felügyelő Bizottság ülésezik többek közt. Az úgynevezett Bécsi Kongresszusi Központ is itt található, illetve a Dunatorony, amely több évtizeden keresztül az ország legmagasabb. A Práter, a Stern, ugye a Práterről kapja a nevét, a Stern mint csillag, azt reprezentálja, hogy maga a tér, az egy körforgalmi tér, gyakorlatilag 7 út találkozása, tehát 7 darab fontos útvonal találkozik itt a Práter-Sternnél. Práter-Stern egyik emlékmű, a középen a Wilhelm Tegetthoff admirálisnak a szobra, de
talán a legismertebb látványosságok közé inkább a óriás kereket soroljuk, amely ugye a Vidám Park egyik legnépszerűbb látványossága. A bécsi kirándulásokkal kapcsolatos sorozatunkat egyébként a következő adásban majd folytatjuk, akkor pedig Bécs belvárosába kalauzolja minket az idegenvezető. Egyébként ez az epizód és az összes többi epizód megtalálható majd a YouTube csatornánkon, úgyhogy mindenképp érdemes feliratkozni, de hogyha rákeresnek YouTube-on, hogy Travel Expert utazás, akkor egészen biztosan megtalálnak minket. És megyünk is tovább a színvilággal. Magyarországon vannak prémium minőségű vendégházak, és ezekhez kiváló gasztrokultúra is tartozik. Mindezek pedig könyvben is megjelennek, ez a Hungarian Food Trip országos gasztrókaland. Erről beszélgetek most Szabó Bálinttal, a projekt gazdájával. Szervusz Bálint, sziasztok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ezt most ez a Hungarian Gastro Trip, ez pontosan micsoda, ez egy kiadvány, egy prospektus, egy szórólap, vagy csak úgy terjeng a levegőben, mi ez? Nem, hát a Hungarian Food Trip az úgy indult, hogy egy online magazint indítottunk el idei februárjában, és szerencsére akkora lett az érdeklődés, így hirtelen felkapottá vált ez a történet, hogy úgy döntöttünk, hogy egy könyvformátum kiadványt is kiadunk idén karácsonyra. Hát ez így jött, így pikpak, és akkor kikerült karácsony ez a könyv, ez így bárjön egyszerűen. Folyamatban van a gyártása, tehát ezt egy hónappal ezelőtt kezdtük el a partnerekkel való kapcsolatfelvételt és a gyártást, és hát ez októberre fog lezáródni, és onnantól kerül a nyomdában. Ki volt az ötletgazda? Hát az ötletgazda én voltam a párommal, akivel elkezdtük ezt az egészet, és szerettük volna vegyíteni, hogy mondtad is, a gasztronómiát és a turizmust, és mindenképpen a célcsoportunk ez a prémium minőségű vendégszállások voltak. Vendégházak, kúriások. Hoppá, egy kis technikai való, köszönjük a szélnek, köszönjük szépen. Igen. Tehát ott tartottunk, hogy vegyíteni a gasztrokultúrát egy picit az utazással. Igen, mert azt vettük észre Magyarországon, hogy rengeteg vendégházban kúria van, és vannak nagyon-nagyon jó minőségű prémium kategóriás vendégházak. Itt nem azt kell elképzelni első körben, hogy több millió forintot beletoltak egy-egy házba, és akkor az úgy megállja a helyét, hanem egy nagyon, mondjuk azt, hogy kis vendégház is tud olyan színvonalat biztosítani, szerencsére már Magyarországon, elindultunk ebben az irányba, és nem a 80-as évek Biedermeier stílusát követjük, hanem vettük fel a lépéseket az itthoni turizmusban, hogy ezt meg szerettük volna egy kicsit mondjuk azt, hogy ízesíteni valamivel, és akkor azt a ötlet született, és szerencsére vevők is lettek rá a partnerek, hogy minden vendégházban, akik partnereink ellátogatunk, ott főzünk valamit, amivel receptjét leközöljük a könyvben. Ú, de jó. És a vendégházat is bemutatjuk. Akkor ténylegesen van egy olyan személyes kapcsolat, egy olyan személyes érintettség ebben, hogy nem csak valamiről írsz, hanem meg is tapasztalod azt, és utána leírod azt, amit láttál, és amit elkészítettetek. Ez nagyon jó. Az volt a cél, hogy megfogjuk, megízleljük, megtapintsuk, átéljük ezt a dolgot. Tehát semmiképpen nem azt szeretük volna, mint mondjuk egy-kettő külföldi turisztikai oldal, hogy laboratóriumi körülmények között elkészített képek, ami tökéletes, és ahogy itt a lámpa is leesett az előbb. Ez benne van. Ugyanez benne van az életben is. Nagyon jó. Tehát, hogyha kilincs bemarad a kezünkben, akkor bemarad a kezünkben, egy jót nevetünk rajta, és visszatesszük rá. Ebben az egészben nekem azt tetszik a legjobban, hogy ez tényleg what you see is what you get, tehát amit látsz a könyvben, a kiadványban, az valóban úgy készült el, és ha oda megy, akkor nagy eséllyel ugyanezt fogja majd megkapni a kedves vendég. És ez szerintem nagyon fontos. Mindenképpen ez a célunk, hogy ne egy lufit, ne egy buborékot építsünk az adott vendégház köré, vagy az adott akár bisztró étterem köré, hanem tényleg ami van. A kiadvány az hol lesz elérhető? Kiadvány az a nagyobb könyvárulázokban szeretnénk megjeleníteni, és most már a szerződések meg is vannak, tehát ez polcokon lesz, és kicsit szentimentálisak vagyunk, szeretnénk, hogyha Mikulás hozzá, hogy december 6-ai héten jöjjön meg a könyv, és akkor karácsonyban megkapható. Fantasztikus, szerintem ez így is lesz, mert ahogy beszélsz erről az egészről, én látom, hogy ez már ott van a fejedben, ez ténylegesen arra vár, hogy a nyomtatóba bemenjen, és ez kijöjjön, mert hogy ez meg lesz, tehát ez egész biztos meg lesz. Hány partner van eddig? Tehát mekkora az a bázis, aki most be fog kerülni ebbe a könyvbe? Az első évben ez ugye Gastro Tourist Guide néven fog futni ez a könyv az első évben. A 21-es kiadásban 60 partnert szeretnénk, abból 40 vendégházat, 10 borászat és 10 éttermet. Hát ez fantasztikus, tulajdonképpen átölelitek az egész mostani minőségi kis vendégház kultúrát. Valahol igen. És ugye azt szeretnénk közvetíteni benne, hogy egy-egy vendégház 4 oldalt kap, abból 2 oldal maga a vendégház bemutatásáról szól, 2 pedig az ott elkészített étel receptjéről. Hogyha ezt étteremre vetítjük le, akkor ők csinálják meg az ételt, és nem mi. És mindenképpen olyan receptet szeretnénk
közölni velük ott, ami egyszerű, ami könnyű. Én egy vidéki gyerek vagyok, aki fölköltözött 20 éve Pesten, tehát nem lesz olyan a könyvünkben, hogy 2 mg. Tehát nem a fine dining az irány, hanem az otthon is adott esetben elkészíthető. A kettő között valami fúziót kettő látok én benne, igen. Jó, mert azt szeretnénk megmutatni ezzel minden otthoni házi asszonynak, vagy akár férnek is, aki meg szeretné lepni a feleségét, a családját egy-egy recepttel, hogy ez nem varázslat, ez nem mágia. Tehát előre lehet adni azt, hogy így szuvidáljunk le valamit ennyi percen belül, mert meg lehet azt is mondani, hogy a csirke mellett tekerjük be alufóliába és tegyük be a vízbe, ugyanazt kapjuk, mert a leírjuk érthető nyelven, emberi nyelven. Világos. Terveztek bármi más megjelenést a könyvön túl? Gondolok itt akár olyan egyéb médiatartalomra, a YouTube csatornára, vagy bármi, ahol, ami kibővíti ezt az egész lap, tehát kézben fogható tartalmat. Igen, tehát mindenképpen a gyártás során készül minden vendégházon egy, mondjuk azt, hogy verkfilm, hogyan készült. Ez föl fog menni YouTube-ra, vagy a közösségi felületekre, ezt még nem tudjuk, hogy a platform melyik lesz ennek egész pontosan. És emellett minden egyes megjelenítő partner az online magazinban is meg fog jelenni, és aki nem szeretne könyvben lenni, mint tartalom, az az online felületekben is meg tudja lenni, ha szeretne. Nagyon jó. Egyre még kíváncsi vagyok, hogy most már nyilván túl vagytok nagyon sok forgatáson, gondolom, vagy hogy most, hát az igen. Ha tudnál nekem mesélni valami olyat, ahol, mint most adott esetben ledőlt ránk a lámpa, tehát mi volt esetleg olyan helyzet, ami váratlan volt, és egy picit úgy felborította a tervezetet? Általában a legnagyobb problémát, ami okozza, az mondjuk kettő van ilyen, az egyik, hogy a GPS nem oda visz. Igen. Tehát voltunk már, telefonáltuk, itt vagyunk a házatok előtt, gyertek le, hát itt nem vagytok, de itt vagyunk, de nem vagytok. Jó, hol vagytok? Hát ilyen, és akkor mondjuk pont ugyan faház volt, és faház volt. És ott állunk 20 perc, és mondja az ember, hogy figyelj már ide, én látlak titeket, de ti 800-as följel vagytok. Most a Google az meg oda vitt minket, tehát hogy az oda. A másik meg, ha nem minket kérnek meg főzni, akkor ők fognak főzni, és őket mutatjuk be egy ilyen self-branding keretein belül a könyvben. Ugye az egész könyv erre épül amúgy. És akkor elmondom nekik, hogy oké, de gyerekek, olyat főzünk, amit otthon egy órán belül, maximum egy órán belül megtudod, és nincsen benne agar-agar, és nincs benne nyugodás. És akkor jó, és akkor mit fogunk főzni? Oda megyünk, oké, akkor ezt tartjuk, oda megyünk, és akkor egy burgundi marharagú 4,5 óráig Hát jó, hát egy marharagú, hát idő kell neki, persze. Persze, hát nyilván ez nagyon finom, és szeretnék ezzel valahogy elkápráztatni az embereket. Igen. Szeretnék, ha megízlelnék ezeket az ízeket, de hát nyilván ennek 4,5 órára nincs idő. Igen, tanultunk is ebből, tehát most már csak úgy megyünk ki a vendégházakhoz, hogyha nem ők vannak ott. Akkor pont azt a érzést elveszíti, mert az elején beszéltünk, hogy akkor egy olyan buborékot hoznak ők létrenek. Ami nem valós. Ami más vendég nem kapja meg. Innentől kezdve persze én tök jól érzem magam idézőjelesen. De hiába írom ezt le, nem ez lesz a valóság. És itt a gastroturist guide-nak az lesz a lényege tényleg, hogy amit látsz, azt kapod. Figyelj, én azt kívánom nektek, és tényleg én magamnak is valamilyen szinten, hogy ezt a könyvet majd kézbe véve mindenki készítse magának egy listát arról, hogy milyen sorrendben fogja ezeket a vendégházakat szépen körbejárni, mert én tényleg nagyon örülök annak, hogy végre egy olyan platform, egy olyan könyv, ahol azt el tudom dönteni, hogy ez, amit kapok, ez ilyen lesz, és ez tényleg nekem való, vagy sem, és nem azon, hogy hát reméljük, hogy olyan lesz majd, mint a képeken. Úgyhogy hajrá, nagyon, köszönjük, nagyon gratulálok szépen a kezdeményezéshez. Köszönjük szépen. Decemberben pedig várom a könyvet. Sziasztok. Okay. Hello, szia. Ez a Travel Expert. Utazás szakértelemmel. Magazin műsor Budapestről. Két hetente szerdán jelentkezünk élőadással. Aktuális utazási lehetőségeket, ötleteket, trükköket, véleményeket mutatunk be. Azoknak, akik szeretnek utazni, vagy már elutaztak, hazaértek és újra utaznának. Szakértőink 10, 20, 30, 40 éve dolgoznak a turizmusban, az idegenforgalomban, az utaztatásban. Azért, hogy mi mindannyian biztonságban, minőségben, elégedettségben utazhassunk. Ne maradj le! Kövesd a Travel Expertet Facebookon, YouTube-on, weboldalon. Travel Expert. Utazás szakértelemmel.
Néhány évvel ezelőtt az emberek azon puffogtak, amiatt puffogtak, hogy az utazási irodák nem azon az áron hirdetik meg a bizonyos utazás, mint amennyibe az valójában kerül. Gondolok itt az apróbetűs részekre, reptéri illeték, bármi, de hát ezeket ugye így is ki kell fizetni majd a végén, hogyha szeretnénk elutazni. Erről beszélgetek most Füri Mihályi Boglárkával, a Cartago Tours ügyvezetőjével. Szervusz, Boglárka! Nagyon köszönöm, hogy ismét itt vagy velünk. Most előveszek egy régi emléket, hogy volt, én találtam egyszer egy egyiptomi utazást 69.900 forint környékén, és nagyon megörültem neki, nagyon kedvező volt, majdnem lefoglaltam, viszont az apróbetűs résznél, ha elolvastam és szépen összeadogattam azokat a plusz költségeket, akkor majdnem még egy 50-60.000 forint, tehát még egyszer annyi rájött a végén a számlán ennek az utazásnak az árára. Ez miért volt egyébként, miért történhetett meg, és hát minek hatására változott most ez meg? Igazából ez természetes volt az elmúlt 15-20 évben vagy 30 évben is, amióta charter utaztatás van. Ez volt a reptéri illeték, ami természetesen most is van. Tehát, hogyha most egy utazás szervező megrendel egy szolgáltatást, legyen az egy menetrend szerinti járaton egy csoport, vagy pedig egy charter járatot, akkor maga a gépárat fogjuk megkapni, vagy a repülőjegyárat, és pluszban vannak költségek még, amit nem biztos, hogy tudunk előre. Pontosan. A reptéri illeték az változik, ugye ez áll egyrészt abból, hogy az adott úti célnak a reptereinek az illetéke, de ott még van üzemanyagfelár, van olyan légitársaság, aki árfolyam felárat számol, vannak környezetvédelmi díjak, tehát tényleg nagyon sok olyan költség van, ami nem feltétlenül számítható előre. Természetesen ezt ki lehet kalkulálni, ezért volt egy fix összeg a repülőtér illeték összege, ami légitársaságunkért, utazási irodánkért változó volt, és így a kettőt össze kellett adni. Ezt tudták az utasok általában. Általában, igen. Aztán azt láttuk, hogy azért eltelt egy időszak, és az utasoknak elvárása volt az, hogy egy teljes árat lásson. A légitársaságok is így kezdték elárazni, az online foglaló rendszerek is már teljes árat hirdettek, ezért a tavaly év elején a MUISZ kezdeményezésére az utazási irodák önként átálltak arra, hogy úgynevezett bruttó árat hirdettek, és év végére pedig meg be is jött a jogszabály, ami most már kötelezővé teszi. Tehát egy utazás szervező a részvételi díjba fel kell, hogy tüntesse az összes olyan díjat, amit az utasnak meg kell fizetnie az utazásához, és egy teljes árat kell feltüntetni. Természetesen ide nem tartozik bele az olyan költség, ami mondjuk választható, tehát hogyha egy szállodát is, és lehet félpanziót vagy all-inclusive ellátást kérni, azt külön föl lehet tüntetni, vagy az olyan díjakat, amit a helyszínen kell megfizetni, például ilyenek az idegenforgalmi adók, amit a szállodában kell megfizetni. De most már minden utas, hogyha egy utazási irodánál foglal, akkor teljes árat fog látni, és nem lesznek rejtett költségek. Jaj, de jó azt hallani, ennek nagyon örülök, ez egy nagyon jó kezdeményezés. A konzuli szolgálat honlapján most azt láthatjuk igazából, hogy Magyarország majdnem az összes országot az egyes kategóriába sorolta, vagyis utazása nem ajánlott kategóriába. Most azért mégis lehet utazni, ez hogyan lehetséges? Tehát most akkor utazzunk, ne utazzunk. Meg egyáltalán engem az érdekel az egész történetben, hogyha elutazunk, vagy utazást készítünk elő, és valamilyen okból kifolyólag le kell mondani, akkor ezt megtehetem? Lemondani mindig le lehet mondani természetesen az utazást, de az általános szerződési feltételek szerint. Az egyes kategória ez egy nagyon érdekes kérdés. Az elmúlt években nagyon-nagyon ritkán hozta meg a külügyminisztérium azt a döntést, hogy egyes kategóriába helyez egy országot. Ez egy biztonsági besorolási kategória, ha háború volt, hogyha olyan súlyos terrorcselekmény volt, ami tényleg veszélyesítette az utazást, vagy esetleg egy természeti katasztrófa, ami miatt tényleg nem javasolta az utazást a külügyminisztérium, akkor került egyes kategóriába. Most viszont tényleg majdnem az egész világ még mindig egyes kategória van a pandémia, illetve a Covid helyzet miatt, ami már, hogy feltétlenül indokolt, nem indokolt, ezt természetesen nem az én tisztem eldönteni, jelenleg ez Magyarországon így van, viszont azt elmondanám, hogy szinte az egész világon Magyarország az egyetlen, ahol egyes kategóriába került a Covid járványhelyzet miatt, akár az egész világ, vagy bármelyik ország, ezzel a többi ország nem nagyon élt. Ami fontos, hogy két jogi következménye van az egyes kategóriának. Az egyik, hogy a jogszabály alapján az utas, hogyha eláll a szerződést, akkor az utazási irodának vissza kell fizetni a részvételi díjat. De ez csak abban az esetben igaz, hogyha befizetéskor még nem volt egyes kategóriában az ország. Tehát hogyha a régi időkben, hogyha befizetett valaki egy országba, minden rendben volt, lefoglalta az utazását, és időközben történt valami olyan esemény, ami miatt átsorolták, akkor természetesen ilyen esetben elállhatott az utas a szerződéstől. Ez a jogszabály
kormánynak a szándéka, hogy egy ilyen helyzetben ne kerüljön hátrányos helyzetbe az utas. Most viszont nem erről van szó, hiszen az utas pontosan ismeri a helyzetet, teljesen köztudott tény a Covid-járványhelyzet, szerencsére most már rengetegen be vannak oltva, úgyhogy így is szeretnének utazni, és visszatérve a kérdésedre, igen, lehet utazni, és javasoljuk, hogy utazzanak az emberek, de ennek a tudatában fizetnek be, és erre hivatkozva később nem mondhatják le az utat kötbérmentesen, hiszen tudják azt, hogy vállalják a kockázatot. Pontosan. A másik része viszont, ami a biztosítást érintette, de ez is csak korábban volt érvényes, hogyha egy ilyen országba akart valaki utazni, ahol háborús helyzet volt, vagy terrorveszély, nyilvánvalóan a biztosító társaságok ezt a kockázatot nem vállalták, tehát kizárták a biztosítás hatálya alól az egyes kategóriába eső országokat. De most már a Covid helyzet miatt a biztosító társaságok is váltottak, tehát jelen esetben a legtöbb biztosító társaság akkor is vállalja a kockázatot, hogyha egyes kategóriában van az ország, hiszen csak idézőjelben a Covid helyzetbe miatt van ez az egyes kategória. Úgyhogy jelenleg semmiféle olyan jogi hátrányt nem okoz az egyes kategória, tehát emiatt nyugodtan lehet utazni. Nyilván azért te is gondolom azt javaslod mindenkinek, hogy mindenképp tájékozódjon előtte, tehát attól függetlenül, hogy egyes kategóriában az ország, minden országnál más-más szabályozás van érvényben országszinten, tehát azért ezekre továbbra is oda kell figyelni. Ez a legeslegfontosabb feladata most az utazónak is, illetve az utazás szervezőknek és az utazási irodáknak is, hogy pontosan tájékoztassák az utast arról, hogy milyen feltételekkel tud belépni egy adott országba, milyen igazolásokat kell vinni, milyen regisztrációs kötelezettségük van, milyen lehetőség van a gyerekeknek, tehát ezek a legfontosabbak most egy utazásnál, de azt még egyszer elmondanám, hogy utazni lehet, szinte minden feltételt most már teljesíteni is lehet, csak tudni kell pontosan, melyik ország mit vár el. Tehát legyünk körültekintőek és menjünk, utazzunk egy picit, szellőztessük ki a fejünket, azt gondolom, elég kemény időszak van mögöttünk, de azért tényleg legyünk körültekintőek, hogy ne legyen semmi probléma. Nagyon szépen köszönjük Bolgárkra a tájékoztatást. Hát minden jót kívánok nektek is, hajrá! Sok-sok utast a nyárra! Köszönöm szépen! És megyünk is tovább. A RUEFA utazási iroda mosonmagyári munkatársai nemrég érkeztek meg Majorkára, és be is jelentkeznek onnan. A következő percekben megtudhatjuk, hogy milyen előkészületek voltak, és hát milyen körülmények között zajlott az egész utazás. Úgyhogy irány Majorkára! Sziasztok, Balta Andi vagyok, a RUEFA utazási iroda Mosonmagyarovár irodájának irodavezetője. Kelen Egyesi Viktória kolléganőmmel jöttünk el Majorkára, hogy megnézzük, milyen most itt az élet. Bécsből Ryanair-rel indultunk, indulás előtt megcsináltuk a szükséges egészségügyi regisztrációt, megszereztük a QR kódunkat. Ennek birtokában indultunk neki a határnak, ahol problémamentesen átjutottunk. A check-in során egyedül a QR kódot kérték tőlünk, beszállókártyákat, minden problémamentesen, zöggenőmentesen zajlott. A reptér területén kötelező volt kordani a maszkot, a repülőgépen már effektékes maszkot kértek tőlünk. A Ryanair hírével ellentétben pontosan indult, pontosan érkezett, csomagjaink sértetlenül pontosan megérkeztek. A majorkai reptér rettenetesen szervezett volt, flottul ment minden. Itt is a QR kódot egy ponton megmutattuk, semmi más igazolás, személyigazolvány, semmit nem kértek tőlünk. Mire elértünk a csomagszalaghoz, már várt minket a bőröndünk. Innen indultunk tovább 10 perces transferutunkra a H&M Grand Fiesta szállodánkhoz. Ez a szálloda, lejjebb a Pálma strandja mellett található. Egyetlen gyönyörű gyalogos sétány választja el a tengerparttól. Tőlünk jobbra, balra boltok, üzletek, éttermek, szórakozási lehetőségek vannak. Mi úgy döntöttünk, hogy első napunkat Pálma felfedezésével töltjük. Elmentünk a helyi járatos busszal Pálma főterére. 2 euróért vitt be minket a menetrend szerinti busz, ami 15 percenként jár itt a Narangolvezetből. Ott egy hoppon-hoppof járat mellett döntöttünk, hogy így a legkényelmesebb, leggyorsabb megnézni, hogy mit nyújthat nekünk Pálma.
18 euróért megvettük a napi jegyünket, ezt másfél napig felhasználhatjuk, bármikor felszállhatunk, leszállhatunk a buszra. A busz a teljes kört egy óra alatt teszi meg, ami alatt megmutatja Pálma legfőbb látványosságait. Ezt a programot mindenkinek ajánljuk. A továbbiakban elindulunk majd a sziget felfedezésére, erről is mesélünk majd nektek a saját weboldalunkon, képekkel, beszámolókkal. Sziasztok! Jöjjön a játékkérdésünk. Mire helyezik a hangsúlyt az ausztriai turizmusban? Ez a játékkérdésünk, amit pedig nyerhetnek, az itt mögöttem még mindig látható, az Österreich Vermut felajánlásából egy nagyon klassz túrahátizsák, egy termoszbögre, valamint egy kis piknikpléd, úgyhogy ha helyesen válaszolnak és önöket sorsolják majd ki a munkatársaink, akkor megnyerhetik ezt az egész pakkot. Tudják, egészen a jövő hétig lehet játszani, kommentben várjuk a helyes válaszokat, és a munkatársaim majd a nyertes messenger üzenetben is értesíteni fogják. El is érkeztünk a mai adásunk végéhez, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, bízom abban, hogy azért sikerült ma is hasznos információkkal ellátni önöket. Két hét múlva újra itt leszünk, de addig mindenki kövessenek minket Facebookon, tudják, facebook.com/travelexpert utazás szakértelemmel, valamint ott vagyunk YouTube csatornán is, YouTube-on rákeresnek Travelexpert utazás, akkor egész biztosan megtalálnak ott. Egyébként azért érdemes bekövetni minket, mert nem csak a mai adás, hanem az összes eddigi adásunk visszanézhető, és számos egyéb tartalommal is találkozhatnak, valamint hamarosan elindul majd a weboldalunk is a www.travelexpert.hu cím alatt, ahol szintén rengeteg hasznos és aktuális információ lesz fönn az utazással kapcsolatosan. Találkozunk két hét múlva ugyanígy a Mystery Hotelből, addig pedig vigyázzanak magukra, tájékozódjanak, hogy az utazás valóban élmény legyen, és ne pedig rémálom. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszlát! A Travel Expert helyszínét a Mystery Hotel Budapest biztosítja.